Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet című Szent László királyról szóló népénekét adta elő Bárdos Simon Katalin Kisvárdán. Itt tartották az egykori uralkodó örökségét bemutató projekt záró rendezvényét. A programban 59 helyszínes rendezvény sorozatot, vándorkiállítást szerveztek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és határon túli települések bevonásával. Az útvonal kiegészült horvátországi, jelenlegi Ukrajna területén, jelenlegi Szlovákia területén található helyszínekkel. 2015 óta tart ez az építkezés. Ez egy alulról építkező munka volt, ami először Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Erdély Szent László örökségeit építette föl, és egy olyan útvonalat építettünk ennek a projektnek a keretében ebből a két országos útvonalból, ami most már öt országos. Seszták Miklós országgyűlési képviselő kifejtette, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is számos település kapcsolódik történelmi fordulóponthoz és személyhez. A Szent László királyról szóló kutató munka is erre világított rá. Minden egyes korban élő embereknek meg kell találnunk azokat a múltban nyúló gyökereket, amihez lehet kapaszkodni. Ez olyan, mint egy nagy fa. Amikor fúj a szél, csak a gyökér tudja megtartani. És ez a program is olyan, hiszen egy olyan múltban nyúló történelmi személyiség Szent Lászlóhoz nyúlunk vissza, amik összeköti a magyarságot, összeköti az óhazát a régi hazával, összeköti a Kárpát-medence nagyon sok települését. Szabolcs településen ez a református templom állít emléket Szent Lászlónak. Az uralkodó csaknem 1000 esztendeje itt tartott országos zsinatot. Az évente rendezett megyenapi ünnepség dátuma is ehhez az eseményhez kapcsolódik. A megyének nagyon pontos történelmi személyisége szentje Szent László, hiszen zsinatot tartott Szabolcs településen, a megye egyik részének névadó településén 1091-ben, és hát a Kárpát-medence számtalan pontján járt, így Kisvárdán is, tehát itt Kisvárdán is csatázott a konokkal. Úgyhogy egy olyan fontos történelmi személyiségre emlékezünk az ő személyében ezzel a konferenciával, illetve a projekttel is, amely identitásunkhoz nagyon szorosan hozzátartozik. Vitályos Eszter Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár a konferencián elmondta, az identitást erősítő programok határon belül és kívül egyaránt sikeresen zajlanak. Hozzátette, a Szent László örökségét bemutató projekt erősítette a helyi közösségeket, és közös munkafolyamatokat indított el a régiók között. Ennek a programnak is tulajdonképpen az volt a célja, hogy Szent László király emlékezetén keresztül, a Szent László király örökségén keresztül mutassuk be azokat a helyszíneket Magyarországon és a határon túl is, amelyek mind-mind azt gondolom, hogy erősítik ezt a nemzeti kohéziót az emberekben. Rendkívül fontos volt ez a projekt, gyakorlatilag most már 3 éve zajlik a megvalósítása. Az összesen 50 millió forint értékű Szent László király örökségét bemutató pályázat és programsorozat december 31-én zárul le.